Üdvözlök mindenkit, én Axmart vagyok, ez pedig itt a következő epizódja a Craft the World-nek, és haladjunk tovább. Na, készen is van a kis, hát várunk. Amúgy azt elfelejtettem megmutatni, hogy ez a kis csillag sorozat mutatja, hogy éppen mekkora, meg hogy mi tartozik bele. És hát igen, vannak sajnos vannak lyukak, és most már elméletileg nincs is házunk. Na, de nem szeretem, hogyha törpém nem csinálnak semmit, ezért dolgozunk azon. Ezek a nagy csillagok mutatják, hogy hol van lyuka. Hol van rés a falon? Hogy egy egy közkedvelt szófordulattal éljek. Ettől függetlenül a célunk még mindig ugyanaz, körülbelül, hogy ezeket ugye a réseket egyrészt befedjük, másrészt pedig hát valami normális lakást alakítsunk ki, de hát majd meglátjuk, hogy ez mennyire fog kinézni. Itt írja a komfort részét a lakásnak. Ez egyelőre nem igazán tisztázott számomra, hogy konkrétan mit jelent, miért is jó, miért nem jó, ha éppen nem komfortos valami. Az elején igazából nem is várom el, hogy annyira nagy komfort legyen a lakásban. Megcsináljuk szépen az alvó részt. Egy csiga 3, és ide lesz a következő. Ide viszont már szeretnék ezt már ki szeretném így jobban ásni. Tehát látjátok itt a szinteződést. Megpróbáltam a 3-as, 3 szintes rendszert, hogy 3 helyet hagyok ki, de az nem működött. Itt pedig nagyrészt nem lesz semmi. Tehát itt ezt itt szerintem legyalulom így. Nem biztos, hogy ezt is legyalulom, de igazából ez csak egy alvó rész. Tehát, hogyha ezt lejjebb teszem, akkor is jó. Tehát, szeretném, hogy itt aludjanak. Lesz, de azt is lehet, hogy legyalulom az egész. Meglátjuk, meglátjuk. Ez még design kérdés, meg design felelős. Ebben Viktor jobb, mint én. Én annyira nem értek a designhoz és ennek elemeihez. Ettől függetlenül ezért szeretek így ilyen dolgokkal játszadozni. Meg haladjunk igazából a questek. Figyeljünk a questekre, hiszen mindjárt itt van az 5. szint, meg 35 percünk maradt, szóval hajjaj. A call az mindig megvan. Csináljunk sapkákat. Oh yes, annyi fánk van, hogy nagyon. Csinálhatnánk sapkákat. Ezt úgyis ezeket fogjuk használni egy darabig. Na, ez most jó volt. Wooden helmet. Így nincs, csinálunk 5 elnézést, 5 darab sapkát. Nézzük, milyen új dolog van még a club. Hát most már ideje lenne azért csinálni némi fegyverzetet is. Igazából 2 faszóval annyira nem vészes. Mondjuk ebből csinálunk 5-5, több nem kell. Mert attól tartok, hogy ezen az éjszakán már fognak jönni zombókok. Sror, Nali és az utolsó Skagi. Természetesen megkapja mindenki a saját kis fejfedőjét is. Oh yes! Megcsináltuk a még ennek equipmentet is. És így kapjuk vissza ezeket a dolgokat. Nagyon jó. Különben nem tudom, megfigyeltek-e, nincsen. Oh yes! Megvan az új törpünk, öt is gyorsan felszereljük. Hogy hívnak, kedves barátunk? Ja, még nem érkeztél meg. Lássuk. Oh, Hunter's Book. Milyen nagy darab vagy. Lehet, hogy csak azért, mert átközítettem. Ő... Dvarin. Ő is volt a... Nem ő volt. Dvalin volt. Dvalin a nagy darab törp. A Hobbitból. Ő is megkapja a fullos felszerelését. Üdv köztünk! Hő! Törp. Törp nemzetség. Imádom a törpöket. Na, hogyha... kellene mondani valami kedvenc fantázia fajt, akkor a törp lenne az. Used to... Én ezt értem. Ja, még... találtam még egyet? Yes. Smithing! Az nagyon hasznos lesz később. Ugye a miner most a leghasznosabb. Azért tényleg nem is néztük meg, hogy mit tud. Ő is halász. Halászokat imádom, nem jók semmire. Nem tudom, itt a kaja probléma itt annyira nem jelenik meg igazából, mint mondjuk a Minecraftban. Nem
halunk meg olyan gyorsan, meg rengeteg-rengeteg lehetőségünk van zabálni. Például csak most jelenleg nem gyártottunk semmilyen ennivalót, meg tudunk enni 24 darab kis bogyót, ami egy ugye feedinget ad, tehát egy kis éhező csikét, meg 6 darab almánk is van, ami némileg hideg is, de a tobozt is meg tudjuk enni. Tehát törpök vagyunk, kemények vagyunk, meg tudjuk enni a tobozt is. Nem finom, de a miénk. Megábbis ehető. De is csinálunk gyorsan egy portált. Itt ezt pedig úgy töltöttem, hogy ugye legyalulom. Hogy legyen miből felépíteni majd így a későbbi dolgokat. Ehhez képest pedig rá kéne mennünk még a tech tree-re, tekintve, hogy ideig kell eljutnunk, és sehol nem tartunk. Tehát ez a basic illuminating lesz, ami most engem érdekel. Basic illuminating. Ehhez pedig csak egy csomó fákját. Nézzük, van hozzá elég cuccunk. Á, van egy csomó, hiszen fa kell hozzá. Kettő olyan dolog, amiből a legtöbb van. Bum, 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 bum. És látjátok, még egy bum, és akkor végig is ért a csík. Ez az, task complete. Nagyon jó. És most már szétfákázhatjuk így a területet is. Még teszünk egyet ide, egyet ide. Hova tegyünk még fákját? Teszünk ide, meg ide. Aztán neki kéne szedni. Ezt innen ki is szedem. Ennyire nincs dolgotok? Annyira gyorsan végeznek. Ez még nincsenek is nekik jó cuccaik. Képzelem, mi lesz akkor. Ha majd jó cuccaik is lesznek. Ezt itt majd úgyis fel fogom tölteni. Valószínűleg meg így a halászást sem akarom elvenni tőlük, tehát így ez a rész is megpróbálom érintetlenül maradni. Arról nem is beszélve, hogy lelassítja a szörnyeket a víz, szóval nincs olyan nagy gond ezzel. Mintől függetlenül ugye kicsit zavaró. Jó, ezt visszatöltjük szépen. Ó, és ezt itt nagyon-nagyon ki kéne bányászni. Ó, shit. Itt ezt annyira ki akarom bányászni. Oh my god, itt van a kis aranybányánk. Na jó, nem igazából szén meg vas, de ettől függetlenül örülök neki. Nézzünk akkor, rámentünk basic illuminatingre. Most basic ironworking, na ez kicsit nagy szívás. Ilyen lock meg nails, ez kellene főleg, viszont nincs olyan sok konkrétan, nincs egy darab... Nincs egy darab vasam sem, tehát az egyelőre nem fog működni, nézzünk valami mást. Furnishing, ne, ez viszont sokkal jobban kellene egy asztal, ami hogyha éhesek tudnak kajolni. Kis... Megmutatom mindjárt, hogy működik a kajálás rendszer, kifejezetten érdekes, nem úgy érthető. Tehát szeretem, hogy nem kell nekem azért mindennel foglalkozni, ez a kajás rendszer szerintem tök jól megvan oldva, ehhez képest viszont nem nagyon veszik igénybe. És meg is van, basic furnishing, ó, rengeteg cuccot kaptunk. Fried eggs. Most már tudunk főzni rendesen. Henszó az nagyon jó. Most már van munkaasztalunk is, meg tudunk csinálni kis fapalánkokat is. Nagyon király. Ettől függetlenül azért csinálunk egy asztalt. Oda be fog férni egy asztal? Szerintem igen. Na majd megmutatom, hogy fog kinézni. Az asztal része a dolognak. Hogyha kiteszi. Na, kipakolta az asztalt, mi pedig fogjuk szépen a kaját, amit most azt mondjuk neki, hogy legyen a alma. Az almát találtam mindig a legeffektívebbek, ami így a természetben nem. Rákattintunk és puff, 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 puff. És megcsináltunk egy kis küldetést is, király. Csináltunk kaját. Make some food. Best küldetés ever. Tudok farmolni, ami szintén még több kaját, tehát annyi rengeteg kaját dob hozzánk a játék, hogy egyszerűen messze nem ennyire éhesek ezek a törpök, majd lehet, hogy ez később probléma lesz. Nem tudom, egy olyan... talán a harmadik órában, de én ameddig eddig játszottam a játékkal, nem igazán éreztem ezt a dolgot. Oké. Okay. New technology, basic armor, cut down trees... Ó, igen, kéne vas. Ez top priority. Ráadásul nem is kapunk érte keveset, 400 XP-t kapunk, valószínűleg 10 vasat, szóval ez vasércet. És annak hát neki is fogunk rohanni. Ezt amúgy fed be, ezt csak azért szedtem el, hogy azt ott ki tudjam bányászni. Ezeket sem ártana leszedni.
Köszönöm szépen. Majd ezeket is. A kő az szintén legalább annyira hasznos, mint a vas. Jó, nem annyi, legalább annyira, de azért majdnem. Ezt a részt meg itt befedem egyenlőre, nem akarom, hogy itt akármi átmászkáljon. Meg itt is, meg hogy ugye azért kinézzem már valahogy ez a terep, úgy mégis. Itt sem fejeztük még be a munkálatokat. Most már mindjárt este van. És ennek az esti, én már mindenképpen szeretnék mutatni nektek csontvázat, és szerintem a játék is lassan úgy fogja gondolni, hogy lassan küldenem valamit. Megérdemelném. Valamilyen szinten. Ez az ásadalúról a csigát. Atak! Kapd el a csigát! Nem, egyrészt idegesít engem a csiga, másrészt meg kapok belőle. Ez egy rossz ötlet volt. Ez egy nagyon rossz ötlet volt. Nem baj, van, tudunk csinálni vödröt most már, ahogy jól láttam. Nem. Vödröt! Kell csinálnunk vödröt. Ja Istenem, de kell hozzá egy csomó vas. Jó, mindegy, ezt ott hagyjuk egy darabig. Csináltunk magunk egy tavat. És kacok királyok vagyunk, és a csiga nagyon jól bírja víz alatt. A tó az nagyon jó dolog. Na már most szeretnénk folytatni ugye itt a dolgok összeszedését. Az a baj, nem igazán hagyok nekik időt, hogy így összeszedjék őket. Este van. Zombi támadás szaga van. Ennek az estének. Vannak itt zombik, csontvázak, mindenfélék. Ami majd itt... azért kellett nekem itt házat csinálnom. Viszonylag gyorsan. Hát ezt is jól megcsináltad, barátom. Most üst ki, tegyél ide egyet. És utána majd ezt is visszatesszük. Csodás. Azért is fontos, hogy csináltunk ilyen erődöt. Mert most már be tudjuk őket küldeni erődbe. Hogy ne jöjjenek ki éjszakára, meg ilyesmik. Majd ezt mindjárt meglátjátok úgyis. Nem hallom. Nem hallom a zombikat. Engem már az első éjszakán támadt. Ó, itt van! Ott egy zombi. És nagyon agresszívan támad. A halak hamarabb megeszik szerintem, mint ide jut. Na viszont azért már jönnek itt ide keményebb ilyen troll zombi szörnyek, meg mindenféle. Mondjuk ezek elég nehezen fognak ideig eljutni, ettől függetlenül most már végre találkozhatunk velük. Á, innen jönnek. Innen jönnek ezerrel. De szerintem tőlük még nem kell kifejezetten félni. Mondjuk ez eléggé hamar itt van. Lassan elkezdhetnénk befele mászkálni. Ó, ráadásul innen is jön. Na, ugyanazt kell tudni az ezekről a típusú zombikról, meg csontvázakról, mint a Minecraft beliekről, reggel elégnek, csába. Ami annyit tesz, hogy hát igen, nem igazán lesznek itt túl sokáig. Meg én sem szeretném, hogy azért itt legyenek olyan túl sokáig. Ez igazából nem is kell. Ó, kicsit eltúloztam, csak így az elején nem igazán akart megmozdulni. Ja, meg ez nem is tud átjönni. Viszont ez igen. Mindenkinél van erős cucc. Van kláb, van. Oké, harcrendszer továbbra sem olyan nagy vas is das. Annyi az egész, hogy rákattintok, hogy ezt akarom, hogy támadjátok és nekik mennek. Semmilyen komolyan menedzselése nincs sajnos a harcrendszernek. Ezt például hiányolom, hogy azért valami komolyan menedzselése legyen, de nincs. Szóval hiányolhatom én, ha nincs. Megint egy csonti. Csonti az jó, mert abból kapok csontvázat. Meg ilyenkor mindent elhajítanak ott, ahol vannak. És azonnal támadásba lendülnek, amikor én akarom. Ez mondjuk egy jó pont, hogy nem kell megvárni. Ez micsoda? Ja, csak egy nagy halomkő. Csak egy nagy halomkő halom. Szerintem költői volt. De tartsuk rendben valamennyire itt a dolgokat. Oké, ez a zombi, ez így... Igazából ez egy, nem volt ez egy rossz döntés, így itt kiástam ezt a területet. Akkor itt csináltam egy medencét neki. A zombi medence.
Meddig? Arra vagyok kíváncsi, hogy ha ez nem fog tudni kijutni, akkor a naptól a vízben is meghal? Szerintem igen. De nem vagyok benne 100%-ig biztos. Még nem kipróbál dologról beszélünk. Tök poén, itt vannak háttérben csontfázak, meg minden. Ezt miért nem tudtad kibányászni, meg... Most azért már bányászátok már ki ezt a rengeteg vasat. De nem azért annyira rengeteg, nem akarom eltúlozni, de azért van bőven. Később meg majd úgyis megcsinálom a szintes részeket. Na mindjárt reggel van. Átjutok már. Mennyi minden történt. Oké. Megcsináltuk az Iron-ost, és ezért level up-oltunk. Zsír. Megérkezett a következő törpünk. És most már van Iron-unk is. Mi nem lesz más, mint a vasat. Kérdés, hogy ugye akarom elkezdeni, illetve most már odaadom neki, hogy tekintve, hogy van fölöstekbe. Meg hogy hívnák? Ez mindig Darwin. Skagi, Dvarin és Dvarin. Ezek tesók! És ez Mage. De jó, én nem is láttam Mage-et. Te mit tudsz? Varázsolj ide nekem egy kekszet. Nem működik. Jó, mindegy. Ez egy Mage. A kettő Dvarin. Érdekes. Úgy látom a random generátor nem 100%-ig működik jól a rendszerben. Mert az én utána néztem, hogy milyen neveket, meg lehet-e customizolni a neveket. És nem igazán. Ettől függetlenül üdvözlöm Dvarint és Dvarint, a testvérpárunkat. Na, csak azt kéne tudnom, hogy pontosan hogy melyik, mikor melyik. Másrészt meg hát tovább is folytassuk ennek a legyalulását. Meg ennek a visszaépítését. Mikor ez eltűnik, majd én elkezdem visszaépítgetni. Addig is én szeretném kiszedni ezt a rengeteg cuccot. Én nem szégyellek bányászni, srácok, tehát... Én tipikus olyan Minecraft játékos voltam. Megláttam valamit, azt... Fú, az kell. Amíg rá nem jöttem, hogy mi az a lazuli. Úristen! Oké, mindenki haza. Nagy gáz van. Nagyon nagy a gáz. Támadnak ezek a goblin genyók. A goblinokkal az a gond, hogy überveszélyesek. És... lopnak. Jó, most tűz. Támadás. Nem biztos, hogy jó ötlet volt. Össze lehet kéne csinálni némi védelmet. Oké, csinálunk wooden armort. Nem csinálunk wooden armort, mert nincsen miből. Csinálunk helmetet még. Egy sávónak tuti nincsen. Meg annak azt hiszem nincsen semmilyen fegyverese, ami tarthatatlan. Nem tudom, melyik a legjobb fegyver, a bunkó vagy a láncfűrész, de... A gép szerint a bunkó, szóval maradjunk annál. Campfire, ezek nem kellenek. Jó! Hú, az egy nagy csata lesz. Nagy csata lesz itt, srácok, szóval retteg fél és borzagy van. Gyorsan odaadom a kezébe. Nálad van minden. Dvarin 2. Rajtad a világ szeme. Egységben az erő. Védjük meg a cuccainkat. Ha valakinek egy HP-ja van, az azonnal elkezd visszafutni, reméljük majd lefekszik valamelyik ágyba és kipiheni a fáradalmait. Meg szerintem valami ilyesmi fog történni rövid távon. Oké, úgy látom a csatát megnyertük, mert a háború még eléggé messze van. Ja, hogy még támadunk? Nem. Na, igazából de. Legyünk, szedjétek szét őket ezerrel. Többen vagyunk, kemények vagyunk. Látod, milyen nagy meglepetésként ért? Tehát azért így... Ez kicsit dura volt. Ezt
A nagy cuccot is üssétek szét, mindent üssetek szét. Goblinok az amúgy ténylegesen egy valamilyen szintű veszélyforrást akármikor random megindulhatnak, szóval ezekre figyelni kell. Ja, itt is szét lehetne verni. Goblin campet tekintve, hogy ugye úgyis vissza fognak jönni. Fú, a farming az 400-at ad, ezt lehet, nem ártana elkezdeni ezt a farmolás dolgot. Nem ártana összeszedni pár homokot is, az úgyis meg lesz. Mindjárt megvan a 30 fa, érdekes, hogy a 30 fa az 50 XP-t ad azért, mert gyűjtsek, mit tudom én, 10 homokot. Azért kapok 400-at, mondtam, egy kicsit balanszolatlanak érzem ilyen szempontból a dolgot, tehát függetlenül akkor legyen így. Neked most majd láthatjátok, hogy működik az alvás szisztéma a játékban. Azt is el kéne kapni a bárányt. De te ezt el kéne pusztítani, hogy még egyszer ilyen meglepetésszerű rohan érjen minket, mert azért valljuk be, egy kicsit megijedtem, meg szerintem ti is. Illegálisan visszaszereztük a cuccainkat. Látjátok, ellopott tőlenk egy könyvet. Kapd már el! Turbóship, mit csinálsz? Kapd el! Ez a szarics be! Ugyan! Ki vagy? Skaggy hatalmas csatája egy bárányjal. Elengedjük. Na jó! Térjünk vissza akkor a feladatainkhoz, mert azért az van bőven. Most egy csomó manát elnyomattam, de hát semmi gond igazából. Itt is van rengeteg minden szétvágni való, meg szétdarabolni való, szóval... Van annyi dolgunk, itt is benőtt minket a gaz. Borzalmas. De első mindjárt este van, akkor is el kell kezdeni védekezni. Nem olyan sok időt a játék, hogy kijeld magadat. Tehát azért nincs itt olyan sok lehetőség. Igen, könyv. Jól van. Itt minden rendben. Jó. Ez a grant, ez nem igazán csinál semmit jelenleg, ugye? Meg azért, eléggé kevés HP-n vannak itt az embereink. El kellene kezdeni altatni őket, mert mint így olyan szempontból altatni, hogy így vigyázni rájuk. Meg elküldeni őket aludni, hogy kicsit regenerálódjon a HP-juk. Sajnos ezt még nem engedhetjük meg, de 22. percnél tartunk. Needles. Ez mit csinál? Most tudom, hogy van ilyenünk. Na mindegy. Elkezdjük akkor továbbra is. El kéne érni, nagyon el kéne érni ezt a basic weaponry-t. És még meg kell csinálni a basic iron, basic construction, meg ezt az advanced iron working-et, akkor fókuszáljunk erre. Ezt a cookingot ezt hagyjuk ki most egy időre, nem igazán van rá szükségünk. Gyűjtsük be majd azok, amik kellenek. Hogy vannak a taskok? Farmolni kell, meg kell begyűjteni homokot. A homok az elég egyszerű és gyors, talán az felvehetnénk mint prioritás, mert egy eléggé gyors dolog. Szerintem megcsinálni. A másik pedig ugye a farm, az pedig itt van. Mit tudom én? Szedjetek össze, hát ennyit. Reméljük elég lesz. Ó, csirkék! Csak azért, hogy minél hamarabb megkapjuk a következő törpünket, és minél hamarabb, minél nagyobb sereget tudjunk összeállítani. Ó, megvan a szend is. Jaj, de jó, imádom az esőt, Minecraftben is csodás volt. Nagy már sokkal elviselhetőbb. Elnézést ezért a kis gyors hangállításért, de hát nem lehet minden tökéletes. Azt nem is éred el. Ja, itt lesz a második szint. Én mindent ki fogok javítani, csak ahhoz először meg kellenek azok az építő lehetőségek, amik jelenleg nincsenek meg. Mindegy, gyűjtsük be. Estére próbáljuk meg bevackolni magunkat, legalábbis itt a...
csak a környéken dolgozni. Összegyűjtjük a környékbeli fákat. Meg... itt szépen kiásunk mindenféle dolgot. Ó, megvan a 30 fát, leástunk. Nagyon jó. A rendőretek. Ja, persze. Már megijedtem kicsit. Nézzük, basic armor, az még mindig nincs meg. Mi van még a basic armorba? Mi nincs átunk elég wooden helmetet. Igen, wooden armor, ez viszont nem ártana. Van kötelünk is, nagyon király. Az wooden armor, ez elég sokat dob. Amúgy. Megcsináljuk rögtön kettőt, jó, akkor legyen, na már. Jó, mindegy, csinálunk még egy helmetet. És akkor reméljük, örülni fog. Éj, sikerült, megvan. Gyorsan oda is adjuk, tekintve, hogy akármikor jöhetnek ezek az ellenségek. Amondjuk, hogy wooden armor, azonnal rá is dobjuk. Grotra, hiszen ő a főemberünk, a főnök. Srorra, aki szintén király. Sror király. Jó, jó, jó. Ilyet többet ne, tudom. Hát izé spoiler ezek itt. Ez nem is spoiler. Na jó. Legyen, ugye most már 37%-os a komfortunk, ami mindig borzalmas. De ezt majd úgy is fogjuk tudni növelni, annyira nem érdekes, csak itt szeretném egyelőre a cuccokat biztonságos helyre cipelni. Nézzük meg megint, honnan jönnek ezek a gonoszok. Hát nem innen. Ó, innen jönnek most bal oldalról. Ú, és hát is egy nagy darab. Ennyi egy nagy darab? A többiek már ide értek? Nem, nem. Egy nagy darab. Jó. Semmi gond. Semmi gond. Most kiadtam nekik rengeteg feladatot. Ezért szerencsére nincsen. Ó. Ne. Inkább nem ásszatok, jó? Azzal csak a gond van. Kiadtam nekik rengeteg feladatot, és nehezen tudják elvégezni. Ezt el tudom nézni napestig. Itt bénázik ez a szerencsétlen. Mindenki vissza tudott térni? Itt is volt egy törp, akit ugye elküldtem beszedni a dolgokat. Na, ő le is feküdt aludni. Minden rendben van vele. Alszik, nyugiban van. Pihen. Innen lehet tudni, hogy ugye oda tett egy zsákot, ő kijelölte, az ő ágya, az ő területe, ő ott fog aludni, innentől kezdve mindig ott fog aludni. Ó, egy könyv! Mi ez? Hunter! Nagyon jó. Egyelőre nem fontos, de... inkább legyen, mint hogy ne legyen. Mindjárt szintet lépünk, szóval megpróbáljuk a... banánkat kifejezetten jól kihasználni. Ami hát nekem annyit tesz, hogy úristen, itt elárasztottam az egész területet. Nem feltétlenül ez volt a célom. Nem baj, majd gyűjtünk vizet, vagy nem tudom. Valami hasonló. Dobálják itt a cuccaimat. Ez felháborító. Nézzük. Kitin. Találtunk Kitint? Az nem is rossz. Na jó, mi van még itt? Azt mondja, hogy... el kéne kezdeni ezeket a faszerszámokat, ezekkel a fadolgokkal dolgozni. Mert rövid távon hasznosak lesznek, illetve hát hosszú távon is. Azt mondja, hogy basic cooking az ugye nem igazán kell. Ez a basic iron, meg a basic construction, ezek kellenek, és hát ez nagyon-nagyon fognak ennek örülni. Úristen, még rengeteg minden van. 18 perc alatt én ezt nem tudom, hogy fogom megcsinálni, vagy meg fogom egyáltalán tudni csinálni. Minden esetre neki állunk, és akkor felhasználjuk a jelenleg... tehát nem a jelenleg, hanem úgy unblock, ami a lehetőségeink. Mi az? Jó. Ami rendelkezésünkre áll. Vasat. Jej, megvan a következő. Oké.
Basic Construction, ez nagyon jó, ebből úgyis rohadt sok kell. Wooden Door, az mindenképpen, Wooden Wall szintén, és a Roof of Leaves, azt pedig szépen ide fogom felépíteni. Szeretem, azt szeretem, hogyha ez is benne van a... tehát a tároló részem is benne van a területének a... hogy hívják már? Na, a váram területében, tekintve, hogy az akkor fog működni. Mert hogyha most szépen elküldöm őket befele, akkor nem fog kijönni és lepakolni a cuccokat. Ugye, mint értitek. És az azért gáz. Viszont akkor az egészet meg tudom emelni. Na mindegy, ez majd egy kis design feladat lesz nekem. Meg hát így nekünk. Valahogy csak meg tudjuk csinálni. Túlépünk rajta. Azt mondja, hogy itt viszont... nem. El is kezdhetnénk betömni ezeket a részeket. Meg ezt is. Tekintve, hogy ezek így design szempontjával szintén borzalmasan néznek ki. Innen eltakarítani a fát. És... ja igen, le kéne craftolnom nekem akkor ezt a workbench-et, ami egy asztal. Kettő fa. Fából szerencsére sok van. Meg egy vas, sima ügy. És keresni valaki olyat, aki majd fog fászni. Ezeket így a második, nem tudom, hogy a másodikra... ja, tegyük rá ide a második... sorba. Valahova így közel. Én annál kevesebbet kell... sétálnia. Nézzük, hogy ki rendelkezik Carpenter tudásra. Ó, 29-es szintű a főemberünk. Nagyon király. Senki! Oké, van Carpenter bukunk? Van. Mi fölösleges? Van kettő Fisherünk. Az már sok. Igazából egy is sok. Sror! Sror legyen a bútor készítünk. Nem, nem, neki biztos adok valami komolyabb feladatot. Sror nem lehet bútor készítő. Hát ez milyen dolog lenne? Gyűrűk ura rajongók megdobálnának. Tekintve én is megdobálnám magam. Dvarin! Dvarin viszont kifejezetten... őnek is harcosnak kéne lennie, de most már... Dvarin... meg Dvarinból úgyis kettő van, nem? Ja, Dvarinból úgyis kettő van, szóval... mondjuk az egyik mage. Ami szintén nem olyan dvarinos, de jó lesz. Szóval... ő lesz a Carpenterünk. A Carpenter ugye ugyanannyira jó. Dvarinnak tényleg odaadjuk akkor a fűrészt is, tekintve, hogy az is növeli a skilljét. Nem volt nekem valahol fűrészem? Ha csak tudok csinálni fűrészt. Ja, csak tudok csinálni fűrészt, értem. Advanced Woodworking, ez kell nekünk? Nem, ez nem kell. Közben most nem foglalkozunk, de akkor is kéne neki hánszó. Meg ezek a roof of... tehát ezeket úgy sem tudom kiadni plankek nélkül, szóval... ja, legyen! Na akkor már vizet is el tudjuk tüntetni. Jó, jó, jó! Adunk neki. Csináljunk. Csak nagyon-nagyon... megint nagyon kevés van a vasból. Ez eléggé sok vasat teszik, de mindegy. Csak már elhatároztuk, csináljuk, nem? Hanem de. Igazam van. Nem, de! Oké. Bucket is kell. Pucket. De előtte kell plank. Plankből annyit csinálunk, amit akarunk. Van. Plank. Végre. Plankből... kell rengeteg. Puff. Ja, jó, először csináld meg akkor. Ja, tényleg odaadtuk már neki? Nem, itt van. Tú-tú. Dvarin a Carpenter. Tessék. Na, Dvarinnak oda is adtuk, és reméljük ő fogja akkor most megcsinálni nekünk a rengeteg plank-et. Hogy volt? Így volt, meg így. Oké. Okay. Csinálj egy 20-at! És ez úgy laza. És elméletileg az a törp fog idejönni és megcsinálni a dolgot, aki rendelkezik ezzel a képességgel. Mindjárt ezt le is ellenőrizzük.
Ezen felül mit csináljunk még most? Ugye kéne nekünk sok vas. Igazából itt is lejöhetnék kitisztítani ezeket a dolgokat. Mert levél is kell igazából, szóval az sem árt. Meg ide. Ó, ez az. Elkezdhetek itt is áskálódni. Vasat ráadásul. Többiek meg ássanak vasat, ja. Bányásznak vasat. Na, nézzük meg, azt mondja Select Dwarf, és itt van Dvarin, ez csak az a fajta Dvarin, akine ugye nekünk kell, most ugye ezt sajnos nem igazán tudjuk leellenőrizni, csak úgyhogy mint tudom, megváltoztatom a sisakját, és akkor olyan, de én bízok benne, hogy ez az a Dvarin. Na, 15 perc múlva érkeznek a zombókok. Én amondó vagyok, hogy ezt az epizódot itt fejezzük be, azért elég sok mindent elértünk. Jó, igazából nem úgy látszik, annyira nem fejlődött a területünk. Ettől függően rengeteg nyersanyagot gyűjtöttünk, meg rengeteg szintet léptünk. Így technika terén. És következő feladatunk pedig, hogy megcsináljuk normálisan a várunkat, illetve hát ki kéne fejlesztenünk ezt a hát komolyabb fegyverzetet a nagy zombi hadak megérkezéséig. Remélem már ti is várjátok. Hogyha tetszik, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve természetesen várom mindenféle ötleteteket, kommenteteket odalent a videó alatt. Én Axmart voltam, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!